Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőit itt az ünnepi beszélgetésekben, és ahogy azt már megszokhatták ebben az időszakban, igyekszünk górcső alá venni Székesfehérvár egyes város részeit. A mai adásban Maroshegy kerül majd a középpontba. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, a városrész képviselőjét, Brájer Évát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, én is jó estét kívánok minden nézőnek. A 2018-as esztendő mennyire volt mozgalmas Maroshegyen? Milyen főbb pontokat tudnak kiemelni? Hát tulajdonképpen minden év nagyon mozgalmas, mert hogy egy városrésznek a munkái azok nem egy tárgyév napjával indulnak és zárulnak le december 31-én, hanem nyilván egy folyamatban vagyunk, és ezek átcsalinkáznak egyik évből a másikba. Azért a 2018-as dolgainkat több minden befolyásolta. Az építőipar árrobbanása, egy-két olyan munkafázis, ahol is egy eltervezett útfelújítás kapcsán, amikor elkezdtük a tervezési munkálatokat, és az út alá néztünk, akkor, mint például a Temesvári utca esetében kiderült, hogy az alatta lévő vezetékek olyan rossz állapotban vannak, hogy nincs értelme egy útfelújításnak addig, amíg azokat rendben nem tesszük. Tehát tervezőasztalon is mozgalmas volt, és hát nyilván voltak látható munkálatok a városrészben is. Hogyha már a ciklusokon átívelő gondolatokat említi, azt hiszem, hogy beszéltünk itt már ebben a stúdióban például a Bábszínház terveiről, és a 2018-as esztendő ebben azért nagy előre mozdulást hozott, és mind a Gárdonyi Géza művelődési ház életében is. Hát azért én majd ezt akkor tartom előmozdulásnak, amikor már az átadás megtörténik, és odáig azért még van egy nagyon hosszú út. Most ott tartunk, hogy elkészültek a vázlatterveknek a skiccei, tehát ezek még nem alapjaiban nagyon apró részletességgel megtervezett tervezői munkák. Kaptott a város a kormánytól 80 millió forintot arra, hogy ezt a tervezést elvégezze, és egy engedélyeztetett tervvel visszamenjünk a kormány elé, nyilván annak érdekében, hogy pontosan lássuk a költségeket, mert ez alatt az egy-két év alatt azért ezek a költségek bizony rettenetesen megváltoztak. Aki bármilyen módon, akár a családi életében is építkezik, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Úgyhogy valószínű, hogy ez a pénzügyi nagyságrend, ez magasabb lesz, mint azt mi annak idején gondoltuk volna. De hát ettől függetlenül én bizakodó vagyok, és azt gondolom, hogy dolgoznunk kell. Úgyhogy most ez a munka folyik. Ugye ennek az első vizuális látványát tulajdonképpen polgármester úrral megmutattuk egy lakossági fórumon. Nyilván nem azzal a határozott ígérettel, hogy biztosan ezt fogjuk látni, de nagyon reméljük, mert szerintem aki ezt a rajzot látta, az láthatja, hogy a Gárdonyi Géza művelődési háznak a tervei úgy készülnek el, vagy abban a folyamatban vagyunk, hogy tulajdonképpen megőriztük a háznak a stílusát, de mégis kapott egy nagyon modern és nagyon új köntöst. Ez igényünk is volt, nem szerettük volna ennek a háznak a stílusjegyeit alapjaiban megváltoztatni. És még egy, ami nagyon-nagyon fontos, hogy amit korábban szárazrét, még az előző ciklus városi szociális rehabilitációja keretében pályázaton nyert, ugye ez egy közel 1 milliárd forintos összeg volt, és hát látjuk, hogy mit jelent egy városrészben, ha meg tud újulni egy közösségi tér. Én azt gondolom, hogy Maroshegy esetében ugyanez lehet majd a Gárdonyi. A Gárdonyi Géza művelődési háznak a felújításával, szellemiség tekintetében kialakulhat tulajdonképpen a városrésznek egy központja, ami most nincsen. Ezért is állítjuk a karácsonyfát a Balatoni út mellett, hogy legalább a hazatérők vagy az utazóknak örömüket lejjék benne, de amennyiben ez a felújítás megtörténik, nem csak a házon belül gondolkodunk például a báb előadások tekintetében, hanem a ház környékét is szeretnénk fejleszteni. Ezzel a repülőtéri úti lakások is kapnak egy nagy fejlődést, a közlekedési útvonalak tekintetében is, és hát nyilván a látványában is, és a városrésznek is lehet végre egy méltó központi helyszíne. Hát egy új közösségi tér, vagy egy ilyen közösségi tér alakulhat, mondhatjuk ezt.
És hát esetleg a játszóterek kérdése, azt hiszem, hogy pont Marosjegy vonatkozásában mindig felszokott merülni, mint kérdés, hogy lesz-e bővítés, hiszen nagyon sok család, gyerekek, sok gyermekes család költözött oda, akár még ez is bele fog férni ott a közösségi térbe. Hát a Gárdonyi Géza művelődési ház előtt feltétlenül, de ne felejtsük el, hogy Marosegy mellett van az úgynevezett alsóvárosi rét, amit szintén a kormány 1 milliárdos támogatásával a város visszavásárolt a magántulajdonosoktól, és ott egy ökológiai fejlesztés készül. Ez is egy hosszabb távú kivitelezés nyilván, de én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a városnak is rettenetesen nagy szüksége van komoly erdőre, tudjuk, hogy a Sóstó, bár gyönyörű lett a felújítás, és hála Istennek nagyon sokan megyünk ki és sétálunk ott, de azért mégis egy akácos, nem egy komolyan értékelhető tölgy bükkösről beszélünk, tehát szüksége van a városnak egy nagyon komoly ökológiai fejlesztésre, ami különböző a szórakozás, a szabadidő eltöltés területén is lehetőséget ad majd a családoknak, sportolásra, játékra, és hát azért az ott van Marosegy mellett, tehát nyilván a mi városrészünket is különösen szolgálni fogja. Emellett én azt látom, hogy a Túrózsáki úton ez a sportjátszópark létrehozás, ez szerintem nagyon nagy siker. Egyrészt gyönyörű, szerintem nagyon jól megkomponált a különböző korosztályok számára, és ennek a sikerén felbuzdulva, nyilván mivel Marosegy azért távolabb esik a város központjától, például a Koronás Parktól, én azt gondolom, és polgármester úrral már beszéltünk több alkalommal róla, hogy érdemes volna Maroshegynek is egy ilyet letelepíteni. Nincs könnyű dolgunk, mert sajnos hosszú évekkel korábban Maroshegyen minden elkelt, ami köztulajdon volt, tehát ma a város tulajdonában ott nem nagyon áll rendelkezésre ilyen terület, de vagy a Gárdonyi Géza művelődési házhoz közel, vagy fölmerült a Sóstó egy lakótelep környéke is, mindenképpen valahol egy ilyet nagyon szeretnénk megvalósítani, illetve most a rádió lakótelepi játszótérnek a felújítása az idén megtörtént, sajnos egy-két játszószer most le kell bontanunk közbiztonsági okokból, ezt majd látni is fogják az ott élők, de ne ijedjenek meg, mert a jövő évi terveim között szerepel ennek a játszótérnek a fejlesztése és a bővítése. Játszótérről beszéltünk, utak szokott még lenni a nagy témakör, amit már nyilván a temesvári kapcsán építettünk is, de hogyha a 2018-as évet nézzük, akár csak a utóbbi időszak közgyűlési döntését, ott is középpontba kerültek a marosegyi utak. Hát én, amikor az első ciklusomban megkaptam a felhatalmazást a marosegyiektől erre a munkára, ugye a Nagyszebeni utcával kezdtem, és most nem fogom felsorolni, és nem fárasztom ezzel a televízió nézőket, de tulajdonképpen, ha figyelik, nyilván Maroshegy egy nagyon nagy városrész, nyilván inkább ezeket az utca útfelújításokat azok látják, akik ezeket az utakat konkrétan használják, és nem biztos, hogy mindenki tud az egész városrésznek az útfelújításairól, mert hogy a terület nagyon nagy, de tulajdonképpen folyamatosan újítunk fel utakat. Szerintem ez nagyon szükséges volt Maroshegyre nézve, és nagyon szükséges, hogy ez folyamatosan folytatódjon is. A Szilva Magnak a felújítását elkezdtük a járdával, az idén azért nem folytattuk, mert itt vezettük át a tisztított szennyvizet a Sóstóba, ezért nem volt értelme folytatni. Most ez megtörtént, úgyhogy most a Szilva Mag felújítása folytatódni fog. Az út felújítással is, és egészen a Temesvári utcáig a járda folytatásával, illetve egy parkosítási terv is elkészült, tehát a parkosítást is be fogjuk fejezni. Én azt gondolom, hogy megérdemli a Szilva Mag azt, hogy egy kicsit a nívója, a színvonala emelkedjen. Ugye most már a posta át költözött a harmadik épületbe, ennek a postának a tulajdonosa a város. Most, mivel a Batthyány úti orvosi rendelőnek a felújítására is készülünk, most egyelőre még várunk ennek az épületnek a jövőbeni hasznosításával, mert épp most egy szavazás folyik a kezdeményezésemre, hiszen én magam nem szerettem volna eldönteni, hogy az orvosi rendelő felújítása alatt hol váltsuk ki
a rendelési időt. Erre két megoldás kínálkozik. Az egyik a Marosegytől távolabb eső Mészői Géza rendelőintézet. Ott lenne nívósabb, biztonságosabb, nyugodtabb körülmények között biztosítani a rendelést. A másik rosszabb körülményt ad, nyilván a sajátossága okán, ez a volt posta épület a Szilvamagban, viszont közelebb van Maroshegyhez. Most kihelyeztünk az orvosokkal közösen egy dobozt a rendelőben, és most várjuk, hogy a betegek mit gondolnak erről. Január elején az orvosok a Humán Szolgáltató Intézettel majd felbontják a dobozt, összesítik a látásmódot, és akkor nyilván majd közzétesszük, hogy mi lesz a megoldás. De visszatérve a Szilvamagra, én azt gondolom, hogy ha ez a beruházás befejeződik, akkor nagyon nívósan emeli majd a színvonalat. És hát ugye majd folytatjuk, hogy az előbb említettem, a Temesvári utcával, de már megvannak a jövő évi tervek, hogy melyik lesz a következő, mert azért még van Maroshegyen olyan utca, folyamatos felújítások dacára is, amit rendbe kell tenni. Melyik mondjuk az ilyen legrosszabb állapotú? Hát én azt gondolom, hogy a Temesi utca után a Nagybányai kell, hogy következzen. Annak a terveit én már szeretném a jövő év elején elindítatni. Ez egy kisebb útszakasz, de nagyon rossz állapotban van, úgyhogy azt mindenképpen rendbe kell tennünk. Az én meglátásom szerint a következő az Aradi. Én úgy látom, hogy a városgondnokság szakemberei is hasonlóképpen látják a helyzetet, mint én magam. És hát vannak Maroshegynek olyan helyei, mint például a Temesi utca, ami egy nagyon-nagyon hosszú utca, és ugyan a nagyon rossz szakasza nem érint nagyon sok embert, 4-5 családi házat talán, és van ilyen még egy-két helyen Maroshegyen, ahol szinte a semmiből kinőttek családi házak. Ezeken a helyeken most egyelőre mart aszfaltot tudunk elhelyezni, és ezzel tudjuk segíteni, hogy ez az ott élő párcsalád is viszonylag normálisabb körülmények között tudjon közlekedni. Intézmények, oktatási intézmények, nevelési intézmények is vannak ugye a város részben. Az óvoda az mondhatni viszonylag legutóbb már egy nagy bővítésen, felújításon átesett. Mi várható még az intézmények vonatkozásában? Hát most az óvodánk udvarát szeretnénk játszószerekkel egy kicsit fölfejleszteni. Ez már benne vagyunk ebben a folyamatban, illetve régi játszószereket fogunk rendbe tenni, felújítani, még balesetveszélyesek. Hát ugye ezek állandó használatban vannak, tehát hogy tulajdonképpen ezeknek a munkáknak a végére sosem érünk. Sose lehet érni. Így van, mert mire kész vagyunk, hála jó Istennek, sok kis gyerekünk van. Amortizálják. Így van, használják, de hát ez a dolguk, hogy játszanak. Illetve az óvoda mellett ugye elkészítettünk egy parkolót is, és a parkoló és az óvoda mögött vannak magántulajdonban lévő garázsok. Most már felmérte a városgondnokság szakembere, hogy szintén, hogyha folytatva a parkolók közötti nagyon gyönyörűen aszfaltozott utat egy mart aszfalttal próbáljuk segíteni a garázs tulajdonosokat, mert ez egy régi probléma, és mindig jönnek hozzám már egy-két éve, megígértem nekik, hogyha már úgy egy körülbelül nagyságrendileg az útjaink rendben vannak, mert hát nyilván a sokkal többen használják, akkor egy mart aszfalttal segítünk itt is, úgyhogy most ezúton üzenem nekik, hogy jövő évben ez meg fog történni. És ha már a parkolókat előhoztam, akkor hát nyilván aki Maroshegyen él, aki bejön a külső településekről, Úrhidáról, Szabadbattyánból, de fehérvári, kiköltözött pár éve, régebben, de itt dolgozik, a gyereke itt jár iskolába. Én őket egyébként nem tekintem nem székesfehérvárinak, tehát hogy szerintem ma már ezek a közigazgatási határok egy kicsit azért megváltoztak. Eltolódtak, így van, hát vagyunk sokan, akik, vannak, akik szeretnek a belvárosban élni, vannak, akik a csendesebb helyekre vágynak, megyejogú városban vagyunk, Maroshegy sem az már, nem is tud az lenni, ami volt 20 éve, amikor én oda költöztem, mert hát az urbanizáció az egy folyamat, és folyik, illetve hát ha valaki megnézi az elmúlt 5 év személygépkocsi tulajdon számait, akkor megdöbbenve tapasztalja, hogy Székesfehérváron és a környékén irtózatosan megnövekedett a személygépkocsi tulajdonszám, és hát az az utca szerkezet, amink van, az ezt már nem bírja el, vagyis hát úgy bírja el, amit tapasztalunk, látunk. Így van, amit látunk. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a mában nagyon nehéz
pillanatok alatt megoldani. Nyilván itt 5 évvel, 10 évvel, sőt, még talán visszamegyek, talán még korábban kellett volna kicsit talán hosszabb távra nézni, tervezni, és ennek a tapasztalatát levonva igyekszünk a MÁ-ban mi már sokkal távolabbra nézni, mert egyszerűen szükséges, úgyhogy Marosegy tekintetében is vannak már tervezőasztalon olyan hosszabb távú tervek, amelyek majd ezen a közlekedésen segítenek, amit egyszerűen nem lehet egyik pillanatról a másikra létrehozni és megvalósítani. És ez nem csak a közlekedés tekintve érdekes, és a későbbi komplex közlekedési terveinket tekintve, hanem azt az igényt is érzem, hogy egyre többen, főként nyilván a lakótelepekből, mivel a családi házban ugye mi magunk próbáljuk megoldani és megoldjuk saját forrásból a saját személygépkocsi parkolásunkat, de bizony a lakótelepen egyre inkább merül fel igény minél több parkoló iránt. Ez sok mindent újra gondolásra késztet, mert bizony például pont most a vásárhelyi lakótelepen futottunk bele egy ilyenbe, hogy a 15-ös épület környékét nagyon szépen megterveztettük, mert nagyon rossz állapotban van, talán egyedüliként a lakótelepen. Szeretnénk normálisan rendbe tenni a parkolót, a járdát, a közlekedő utakat, a szemeteshez való közlekedő utakat, de hát ott áll egy pár olyan fa, aminek a magját 60 éve oda hordta a szél, nem végig gondoltan, nem tervezetten, hanem egyszerűen így a környezet okán, és hát nyilván a környezetvédelmi iroda, mint hatósági iroda eljár a saját rendelete szerint, és hát most azt hiszem, hogy érdemes lesz a közeljövőben azzal foglalkozni, hogy környezetvédelmi szempontból keresnünk kell olyan területeket, mint hogy hála Istennek például lakótelepen van is, ahova tervezetten tudunk fásítani egy komolyabb programmal, és akkor rendbe tudjuk tenni mondjuk egy ilyen épületnek a környezetét is, olyan nívósan, ahogy ezt a lakók már elvárják. És apropó, ha már vásárhelyi lakótelep, ott is többször felmerült, hogy szeretnének az ott élők rendes térkövezett parkolót. Azt gondolom, hogy most, hogy már az útjaink úgy nagyságrendileg már alakulnak, szerintem nem annyira nagyon a távolabbi jövőben talán ennek a tervezése is elkezdődhet. Ha már parkolás, közlekedés, akkor, és említette a hosszú távú stratégiát, akkor lehet arra számítani, hogy majd egyszer csak megoldódik az, hogy 50 percnél hamarabb beérünk Maroshegyről, meg hazaérünk Maroshegyre, ezen mondjuk a déli elkerül az Ocean, körforgó vagy bármi, majd enyhíthet? Szerint? Hát én azt gondolom, hogy ha a nyugati elkerülő korábban elkészült volna, nem bántva senkit, tényleg, de akkor ma már a délin dolgozhatnánk, vagy lehet, hogy már át is adhattuk volna. Tehát, hogy ezt nyilván a közlekedőknek érdemes azért végig... Ez a minden végig, minden összefügg. Hát így van, minden mindennel összefügg, tehát ezt érdemes végig gondolni. Hát Maroshegynek azért sok nehéz sajátossága van. Én nagyon remélem, hogy 1-2 éven belül kezünkbe foghatjuk Demeter Zsófia Maroshegy történeti írását, mert hogy ez nagy vágyam, és ezt már történész asszonytól kértem is, hogy ezt a tervei közé legyen kedves és kalibrálja be, mert hát érdemes elolvasni majd az elmúlt 100-200 éves történetét, nem csak a városnak, hanem Maroshegynek is, hogy hogy is alakult ennek a városrésznek a társadalma, mikor és kik jöttek ide, és aztán hogy lett ebből ma egy olyan városrész, hogy én még ugye az ismeretségi körömmel is azt tapasztaltam, hogy 5-6-7 évvel ezelőtt még úgy mindenki Öreghegyre ment volna. Most, akik látják, hogy milyen autókkal találkoznak szemben, látják, hogy társadalmi szempontból is megváltozott a városrésznek az összetétele. Nyilván ez új igényeket hoz, új kihívásokat hoz egy körzeti képviselő számára is, és a város döntéshozói számára is. Minden esetre a közlekedést nem csak abból a szempontból érdemes végiggondolni, hogy utak, és egyáltalán ki merre, hogyan, és Ocean körforgalom. Nyilván oda majd kell azért később az M7-esről egy leágazás az elkerülő irányába, mert azért látjuk, hogy az M7-esen főként inkább teherautók és kamionok sorakoznak, mint sem személygépkocsik, hanem érdemes olyan szempontból is meggondolni, hogy milyen közösségi közlekedése legyen ennek a városnak, hogy ki tudunk-e szállni a személygépkocsiból, avagy sem, és hát nyilván egy kis türelem is kell, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy felháborodjunk, kritizáljunk, de mi magunk is ott ülünk abban az autóban, és ott közlekedünk azokon az utakon.
történetet említette, és a Maroshegy városrészhez most már hagyományosan több tradicionális maroshegyi rendezvény is hozzátartozik, ami megint csak ilyen közösségépítő dolog. Hát a Böndörödő ugye az a rendezvényünk, ami most már nem is tudom, hogy hány éve hívtuk életre. Még annak idején Adorján Viktorral, és most a Gárdonyi Géza Művelődési Ház fiatal, ambiciózus igazgatója, Iszkádi Erika segít nekünk és a kollégái a szervezésben. De azért én ennél most már egy kicsit többre vágynék, de ehhez szükségünk lesz arra, hogy a ház maga megújuljon. Én azt gondolom, hogy a közösségeink és a közművelődés szempontjából, a kultúra szempontjából az egy nagy lökést ad majd, és szükségünk lesz a ház környezetére is, de azért én csak így Maroshegy léptékben gondolkodom, tehát én azt gondolom, hogy nagyon nívósak és színvonalasak a belvárosi rendezvények, itt az adventi vásár, tehát ugye nem szeretnék még egy pólust létrehozni, csak annyit, amennyi a mi közösségünknek kell, a emocionális érzéseknek, nyilván az iskolának, az egyházi közösségeinknek, az óvodának, és hát a lakóközösségnek. Mozgalmas volt a 2018-as év. Ön szerint a 2019-es évben mire számíthatnak majd a maroshegyiek? Hát bár én nem így terveztem, de az élet így hozta, és el tudom képzelni, hogy majd lesznek, akik nyilván azzal vádolnak meg, hogy ez biztos a választások miatt van, de szeretném ezúton is határozottan kijelenteni, hogy aki engem közelről ismer, tudja, hogy én úgy gondolkodom, hogy hiszek abban, hogyha az ember teszi a dolgát, akkor annak van eredménye, és a látható eredmény majd hoz egy következő választáson egy bizonyos döntést, tehát, hogy nem vagyok arra hajlamos, hogy csak választás előtt kezdjek el valamivel foglalkozni, de az építőipar és ezek a dolgok most úgy hozzák, amiket az előbb felsoroltam, hogy jövő évben nekiállunk a Temesvári utca felújításának, úgyhogy ezzel kapcsolatban jövő év elején kifejezetten az utca lakóinak tartunk is majd lakossági fórumot. Folytatódni fog a szilvamag felújítása. A rádió lakótelepen élők láthatják, hogy elkészült az idei évben egy nagyon szép belső térkövezett járda. Ezt a járdát szeretném folytatni főközlekedési járdaként. Indul a Vásárhelyi út felújítása. Hát ez nyilván közlekedési szempontból is, ugye ennek lesznek vonzatai, minden egyes utcafelújítást egyébként azért nehéz végigélnünk így a lakókkal közösen, ugye most ilyen volt a brassói, viszont a végén azért mégiscsak van ott egy szemmel látható szép eredmény, úgyhogy szerintem mozgalmas és aktív lesz a 19-es évünk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sok sikert kívánok mindehhez. Én köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ünnepi beszélgetésekkel, természetesen holnap is számítunk majd önökre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes időtöltést!